A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta minden év március 8-án tartanak. Ezt a napot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A férfiak ezen a napon minden kedves nő ismerősüket felköszöntik és megajándékozzák. Megajándékozom anyukámat, mamámat és a barátnőmet egy csokival, meg esetleg egy virággal. Ilyenkor hogyan ünneplitek, vagy külön ünneplitek? Hát a barátomnak csinálok vacsorát is kész, egy virág is, szép. Milyen ajándékot visz a nőismerőseinek? Visze? Meg egy vacsorát, de azt nem viszem oda, viszem őket. És kiket visz? A lányomat meg a feleségemet. A virágárusok nem panaszkodnak március 8-án. Jól megy az üzlet. Meg vagyok elégedve az idén, tényleg nagyon szépen vásárolnak, ahhoz képest, hogy szóval nem olyan a helyzet, hogy olyan sok pénz van. Hát legtöbb rózsát tudok eladni, de nagyon szeretik az orchideát is, különösen egy kis kosarakba. A Nemzetközi Nőnap ellenére évről évre gyarapszik azoknak a nőknek a száma Szerbiában és Európában is, akik családon belüli erőszak áldozataivá válnak. Európában minden harmadik nő szenved el testi vagy lelki bántalmazást. A nők 22%-a tapasztalt fizikai vagy szexuális erőszakot a partnere részéről, és szintén 22% azoknak az aránya, akik nem partnerüktől, hanem idegentől szenvedtek el erőszakot.